Brenzovics László, illetve Kelemen Hunor, a KMKS, illetve az RMDSZ elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Brenzovics úr, öné a szó, hiszen ön képviseli a kárpátaljai magyarokat. Hát erről már régen beszélünk, arról, hogy Ukrajnában egy ilyen magyar ellenes kampány folyik már évek óta, amely rendkívül durva eseményeket is, eseményekben is megnyilvánult. Azt hiszem, hogy az egyik csúcspontja Orosz Ildikónak a becitálása, hiszen egy ismert személyiségről van szó. Van erre példa korábban? Előfordult ilyen bármikor? De van. Van erre példa, mert püspököket is becitáltak, maga csinált okok miatt. Mert egy dolog viszont nagyon fáj nekünk. Lehet beszélni a titkosszolgálatoknak a képviselő, hogy úgy látják, hogy velünk beszélni kell. De azokkal, azok az emberek, akik azt kiabálták Ungvár főterén, hogy késekre a magyarokkal, vagy pedig felrobbantották, fölégették a székházunkat, azokról senki nem volt elítélve. Ez mutatja a kettős beszédet, és ez nagyon messze vezet, szerintem egy olyan ország, amely azt tűzi ki célul, hogy Európába akar integrálni, az nem engedheti be magának. Beszéljünk akkor vidámabb témákról, a Kárpát-medence újraépítéséről. Ugye nagyjából itt az a cél, hogy újraépítsük, meg kell nyerni a 21. századot ahhoz, hogy itt sikerüljön. Ahogy a miniszterelnök úr mondta, van pénz most, elfogadja a román állam például a gazdaságfejlesztési elképzeléseket. Önök hogyan értékelik? Az RMDSZ hogyan értékeli? Még 2017-ben leültünk és megbeszéltük a román kormánykoalíció vezetőivel, hogy egy ilyen gazdaságfejlesztési programot fogadjanak, és a német mintát hoztuk példaként, illetve az volt a kérés, hogy ez ne legyen kizárólagosan etnikai, de területileg ez lehatárolható úgy, hogy a történet működjön, és a mezőségi, Maros mezőségi, most meg a Kolos Beszterce mezőségi úgynevezett próbaprogramon vagyunk túl. Ez sikeres volt, nagyon sokan pályáztak, és a szerződéseket megkötötték, már a beszerzéseknek egy jelentős része megtörtént. Ennek a kiterjesztése van most folyamatban Székelyföldre, és természetesen később Partium fele kellene vinni a románoknak. Azt mondtuk, hogy minden olyan pénz, ami bejön, az a román nemzetgazdaságot gazdagítja. Minden olyan lehetőség, ami munkahelyteremtésben vagy bármilyen értelemben gazdasági növekedésben megjelenik, az csak jót tesz a román gazdaságnak, ettől nem szabad elzárkozni. Amúgy is a magyar tőke már rég, hogy ott van Romániában, mint ahogy román tőke is van egyébként Magyarországon. Ezt úgy láttuk, úgy éreztük, hogy megértették, a pályázatnak az eddig lebonyolított fázisai azok zökkenőmentesen mentek, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes gondolkodás, egy nagyon helyes irány, hogy olyan gazdaságfejlesztési programokat régiospecifikusan, mert nem lehet minden helyen ugyanazt az ágazatot fejleszteni, például támogassa a magyar kormány, ami nem ingyen pénzt jelent, ahogy sokan mondják, mert ennek főleg a nagy projekteknek van bankkölcsön része, van önrész, nem ingyen pénzről beszélünk, de helyzetbe hoz egy-egy vállalkozót, több vállalkozót, kis embereket, főleg akkor, amikor integrált gazdaságfejlesztési programokról beszélünk, és mi erről kívánunk beszélni, és ilyen terveket próbálunk letenni a magyar kormány asztalára. Bocsásom, egy pillanat, tehát akkor ez a határon túli magyar pártoknak a dolga letárgyalni ezt a kormányokkal. Ezek szerint akkor önök is tárgyaltak az ukrán kormánnyal, hiszen Kárpátalján is van ilyen. Így van, hát a ukrán törvények megfelelően ezt a programot már a harmadik éve csináljuk, és óriási eredmények vannak. És hasonló nehézségekbe ütköztek, mint nem, amiről beszélt a miniszterelnök? Tehát amikor pénzről van szó, akkor nem annyira. Nem. Erről van szó, hanem végül is az utóbbi időben kezdődött meg ez az egész folyamat, hiszen korábban nem számítottak ez akadálynak. Mi kis közösség vagyunk, és 3000 új vállalkozás keletkezett az elmúlt 3 évben, ami jelentős eredmény szerintem. Most pedig azért szeparatizmus vágyában nyomozás folyik az alapítvány ellen, ahol embereket hurcolnak meg. Ez öngyilkos politika. Kelemen Hunorhoz fordulok akkor, tehát azért önök pedig egy, hát hogy mondjam, egy állandósult politikai instabilitás légkörében dolgoznak. Mennyire könnyű megállapodni most magyar pártként, magyar etnikai pártként a román féllel? Bizonyos kérdésekben meg lehet állapodni, de naponta a megállapodásra emlékeztetni kell őket, a témával naponta foglalkozni kell, a parlamentben, a szakbizottságban naponta le kell ülni, kollégánkkal tárgyalni kell, vagy a kormány
asztalára oda kell tenni azt az elképzelést, amit mi jónak tartunk. Például a tegnapi kormányülésen elfogadták a Magyar Pedagógus Továbbképző Központnak a létrehozását, Nagyvárad székhelyjel. Ugye ez a 2011-ben elfogadott oktatási törvényben benne volt, de 7 évig kellett várni, háromszor futottunk neki, negyedjére sikeredett. Tehát ha nem vagy rajta a problémán, akkor magától nem fog menni, a megállapodást érvényesíteni kell, mert sokszor megállapodás egyik napról a másikra akár változhat is, a kényes kérdésekről van szó. 2017 nyarán megpróbáltuk a kulturális autonómia törvényt elfogadtatni, megpróbáltunk két-három kérdésben gyorsan lépni, és 24 óra alatt egy olyan belpolitikai botrány lett, egy olyan magyar ellenes hangulatot gerjesztettek, hogy a kormányzó koalíció visszalépett. Tehát ilyen is van, meg olyan is van, de a lényeg az, hogy kell menni előre, talpon kell maradni, ha elbutlasztottak, akkor újrakezdedés, mész tovább. Jövő tavasszal EP választások lesznek, és ez a kárpátaljai magyarság szempontjából hát meglehetősen nagy tétje lesz. Ugye sok a kettős állampolgárság, és a magyar elképzelés az, hogy a kettős állam, a nem Európai Uniós lakcímmel rendelkező kettős állampolgárok, kárpátaljaiak szavazhassanak. Önöknek inkább megkönnyíti ez a tárgyalás, vagy elősegíti a tárgyalási pozícióját? Hát, ez egy nehéz. Nehéz is abban a szempontból, hogy ugye ez az ország legfőbb deklarációja az, hogy az EU integráció. Viszont fölép azokkal az emberekkel szemben, akinek van EU-s állampolgárság, a magyar, vagy akár román, mert az is van, Kárpát, meg szlovák is van, és ebből a kérdésből hisztériát kelt. Szerintem egy olyan országban, amely törekszik egy közösség felé, és hogyha vannak a közösségben olyan emberek, hiszen az ukrán törvények nem tiltják a kettős állampolgárságot, amelyek élhetnek ezzel joggal, ez egy pozitívum. Nekem kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy ez simán le fog zajlani Kárpátalján tavasszal az EU választás. Örülnék annak, hogy ez a jog is meg lenne a Kárpátalján élő EU-s állampolgároknak, hogy választhassanak. A gesztusok mennyire működnek Romániában? Ugye a miniszterelnök úr említette azt, hogy most a héten megsuhintották Romániát az Európai Parlamentben, magyar képviselők hát megvédték Romániát azért, mert a román képviselők is megvédték a sargentini jelentésnél Magyarországot. A román képviselőknek egy része valóban megvédte, és amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten, én azt gondolom, hogy ez egy helyes álláspont, hogy időnként szolidárisak legyünk egymással, különösen olyan tekintetben, amikor ezek a suhintások nagyon azt mutatják, hogy kettős mércét alkalmaznak. Mondtam én azt, hogy a közép-kelet-európai államokat vegzálják, egyfolytában meg akarják nevelni. Én azt hiszem, hogy ez nem egy helyes út. A nyugat és kelet közti szakadékot ez nem csökkenti, ez növeli, holott az lenne a szempont, hogy ezeket a különbségeket, ha lehet, akkor felszámoljuk, ne még élesebbé tegyük. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek problémák Romániában. Ezzel a jelentéssel, vagy ezzel a rezolúcióval is az volt az egyik probléma, hogy például a jogállamiságról úgy beszél, hogy a kisebbségi jogokról, a tulajdonjognak a megsértéséről, a restitúciónak az elakadásáról egy szót sem szól. Holott akkor lett volna talán közelebb a valósághoz, a kép akkor lett volna árnyaltabb, hogyha a jogállamiság ügyén a magyarul is beszél a kisebbségi jogokról, beszél a zászló használatról, beszél az anyanyelv használatról, és beszél a tulajdonjog kérdéséről, beszél arról, hogy ezt nem fejezte be Románia, hiába van törvény, évek óta a restitúció elakadt. És ilyen körülmények között az ember, hogyha csak egyszerű szemlélőként nézi azt, hogy mi történik, nem tudja nem megállapítani, hogy kettős mércét alkalmaznak, és ez nem elfogadható. Jó a közép-kelet-európai szolidaritás, szükség van a közép-kelet-európai szolidaritásra és együttműködésre. Elnök úrnak van hozzáfűzni valója esetleg? Láttam. EU-n kívülni államként, ugye nehéz ezt hozzászólni, de én soha nem gondoltam volna azt, hogy Romániában valami is EU-s állam, ez is lám. Hát vannak azért, vannak érdekes minden, és amiről én nagyon szeretném a véleményüket megkérdezni, ez az egységes nemzetben gondolkodás. Az, hogy az valahogy úgy fogalmazott a miniszterelnök úr, hogy ne ország határokban gondolkodjunk, hanem egy magyar nemzetben, egy entitásban, amelyik közösen képes elintézni dolgokat. Hogy a hétköznapokra hogyan lehet ezt lefordítani? Egyrészt ez egy olyan állapot, tényállás, amivel nem kell és nem lehet vitatkozni. A magyar nemzet az több, mint a jelenlegi Magyarország határai, és az a jó, hogyha a nemzetpolitikai kérdésekben összhang van, és például a mai máért is, meg a múlt évben megszervezett máért is sok szempontból tanúságos, hogy nemzetpolitikai kérdésekben nincsen éles vita. Nincsen olyan vita, mint a 90-es években vagy a 2000-es évek elején, árnyalatokban van
vita, de az összkép az azt mutatja, hogy lehet összhangot teremteni. Van megoldás, van. Igen. És a mindennapokra ez nyilván kivetül, hogyha az emberek azt látják, hogy magyar ügyben például nem vitatkoznak egymással a különböző közösségek képviselői, az megnyugtató, mert mi egymásra sok mindenben vitatkozhatunk, de a magyar érdekben, a magyar közös ügyben nincsenek vitáink. Penzovics lesz? Nem, se váltam már érte, hogy Honor is elmondta az évet, hiszen korábban a késhegyre menő viták voltak hajnalig a Fidesz nyilatkozatban. Van egy konszenzus ebben a kérdésben, ez egy óriási eredmény egyrészt, másrészt pedig azt szerintem a mi életünknek egy óriási öröme az, hogy a magyarság határtól függetlenül egymásra találtatunk, egymással beszélgetni, és fogjuk egymás problémáit, vannak kapcsolataink, ez egy nagy eredmény. Az oktatási programok mennyiben segítenek ebben? Ugye itt van arról szó, hogy a határon túli gyerekek jöhessenek Magyarországra, lehet, hogy érdemes lenne mondjuk Ukrajna és Erdély, vagy Erdély és Vajdaság között ilyen csereprogramokat megvalósítani? De vannak ilyen csereprogramok, ezeket nyilván mindig lehet mennyiségben növelni, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a kölcsönös megismerésnek ezek a bizonyos testvértelepülési intézményes keretein túl vannak más megoldásai is az iskolák között, vagy például a kulturális intézmények között, miért ne lehetnének testvér színházi kapcsolatok, és egymásnak a produkcióit megismerni, miért ne lehetne a könyvkiadásba például közelebb hozni az együttműködést úgy, ahogy ez valaha talán működött a 90-es évek elején, vagy működésének a csirái megvoltak, de most már ez egy picit megszűnt. Tehát nem csak arra kell gondolni, hogy az iskolák között milyen kapcsolatok vannak, hanem úgy általában a közösség különböző rétegei hogyan tudnak folyamatosan egymással kapcsolatban lenni, és én azt gondolom, hogy ez a megoldás, ez az egyik jó megoldás, hogy egymással legyünk napi kapcsolatban, egymást ismerjük, egymásnak a gondjait, örömeit ismerjük, és akkor azt hiszem, hogy rendben tudunk lenni. Én konkrétan azt tudom, hogy 100 évvel ezelőtt a Kassai Színház nyaranta például Kolozsváron játszott, a Kolozsvári Színház társulata pedig a Vajdaságot járta, tehát valami hasonló együttműködésre gondolnak. A Nemzeti Alaptantervben biztosított lehetőségek mennyiben, vagy mennyiben tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel? Ez azért küzdők, hogy van egy olyan magyar iskola. Nyilván ez egy nehéz dolog, csak azt nem értem, hogy eltelt 100 év, mióta ugye megtörténtek az Magyarországnak a szétszakítása, és mindig még ugyanazok a dolgokkal küzdünk, hiszen hittem akkor a szabadság meg liberalizmus van, de az, hogy a közös dolgainkat rendezzük, és illetve a magyar történelem, a nyelv azonos lehessen, ez még azért jelenleg komoly akadályokba ütközik minden országban, azt hiszem, ahol kisebbségben él a magyarság. Nálunk pedig most jelenleg a legfontosabb feladat az, ami engem meglepett egyébként, hogy ezzel kell majd küzdenem 30 év múlva, hogy legyen egy magyar iskola, pedig nem. De hát ezért kell küzdenünk. Hát ugye Erdélyben az autonómia kérdés, hogy a Szerbiában van egy példás autonómia. Nekünk 30 év ezelőtt volt az autonómia kérdés a napirenden, aztán 30 év múlva már csak az, legyen egy iskolánk. Ilyen a helyzet, mindig változik. Ez mondjuk elég ijesztő dimenzió, amit felvázolt itt Brenzovics László. Az autonómia törekvéseket illetően közöttünk nincsenek viták. A célt de az nem az, hogy 30 évejük az autonómiáért küzdöttek? Igen, csak én most visszatértem Erdélyre. Igen, igen. Mi is 30 éve küzdünk érte, és én azt gondolom, hogy ez az a cél, amit magunk előtt tartunk és viszünk, és próbáljuk a többséget meggyőzni, hogy az autonómia, az, hogy egy közösség a saját ügyeiben maga dönthet, az nem vesz el semmit a többségtől. Ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Nagyon nehéz elmagyarázni nekik, hogy a szabadság az osztható. Az nem olyan, mint a kenyér, hogy ha vágod, akkor egyre kevesebb lesz belőle. Ha a szabadságot megosztod, akkor a másiknak is van, neked is van, attól nem lesz egyik sem kevesebb. Mi mindig elmondjuk, hogy nem akarunk semmit elvenni a románoktól. Mi azt akarjuk, amit ezelőtt 100 esztendővel megígértek a gyulafehérvári nyilatkozatban. Időnként csóválják a fejüket, nem értik, félnek. Van egy rettegés attól, hogy az autonómia elszakadást jelent. Ezért mi mindig vissza kell, hogy térjünk oda, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy erről szó sincs. Én azt hiszem, hogy a következő időszakban is ez lesz a nagy feladat, hogy meggyőzni őket, hogy az autonómia az nem vesz el semmit a többségtől. Nem egy egyszerű történet. Néhányszor az autonómia tervezet a parlamentben megbukott nálunk, a kulturális autonómia tervezete még mindig ott van a parlamentben, nem akarjuk megbuktatni, várunk és érvelünk. Mi meglátjuk, hogy a Minority Safe Pack-kel mire megyünk az új Európai Parlamentben. Brenzovics Lászlónak és Kelemen Hunornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönjük szépen.